Los Angeles, Kaliforniából jöttem. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a táncász találkozón. Tavaly is voltam. Los Angelesben 3 éves korom óta része vagyok az ottani néptánc csoportnak, úgyhogy nagyon jó visszatérni így a néptánc világba, és itt van több ismerősöm, akivel kint is táncoltam, itt is táncoltam, úgyhogy nagyon jól érzem magam. Én Argentinából jöttem, és már 3 éve, hogy itt vagyok, és nagyon régen, hogy nem járok néptáncra, de ilyen társaságban nagyon nehéz magányos lenni. Úgyhogy nagyon jól érzem magam, hogy itt vagyok. Középlokról jöttünk, férjemnek van több tánccsoportja, most egy tánccsoportot hoztunk el, a hidegségi forró gyöngyöket. A néptáncos pályafutásomnak mindig egy nagyon-nagyon jelentős mérföldköve volt az, hogy például a táncház találkozón felléphetünk az együttessel. Tehát az, hogy én ide egy olyan csoportot hozhatok, akit én növeltem fel, én tanítottam, én mutattam meg, hogy melyik a jobb lábuk, melyik a bal. Ez nem, hogy megtiszteltetés, ez olyan, mint hogyha az alma materbe valaki visszatérne tanítani. A gyémesekből jöttünk, pontosabban a hidegségről. Mi azért jöttünk, mert ma nagyon régóta tanuljuk ezt a néptáncot. Ugye ez az, amit nagyapánktól örököltünk a nagyszüleinktől, például ezt a ruhát, ezt az öltönyt. Azért csináljuk ezt inkább, hogy például most nagyapáink és nagyszüleink ugye ne csalódjanak abba, hogy nem folytassuk ezt tovább, mert ugye ők elkezdték. Tudtunk ilyen kevesebben, kisebben eseményen átélni, hogy csak ilyen 20 vagy 30-an voltunk. Itt hirtelen egy nagy esemény, és többen vannak, és nem tudom, nagyon hihetetlen, hogy annyira nagy esemény lehet belőle. Számomra azért különleges ez az este, mert olyan csoporttal jöttünk, aki mindenki külföldi, de valahogy magyar, és akkor nem tudom, vagy Brazíliából, Kanadából, Egyesült Államokból, mindenki valahogy magyar, nagyszülők miatt, szülők miatt, és akkor így a néptánc összeköt minket.